Többen kértétek, hogy készítsünk videót Josef Mengeléről és emberkísérleteiről. Ezúton is köszönjük az ötletet, és valóban nagyon érdekes téma, nincs elfelejtve. De lássuk most egy olyan gyomorforgató szeletét a történelemnek, ami talán még Mengele szörnyűségein is túltesz. A japán 731-es alakulat és tevékenysége valamilyen oknál fogva nem került be túl mélyen a köztudatba. Az átlagember számára azt is nehéz elképzelni, hogy mások egyetlen képesek ilyen végletekbe menő gonosz cselekedeteket végrehajtani. Az egység hivatalos neve Kvantum Hadsereg Járvány Megelőzési és Víztisztító Osztálya volt, ám a név meglehetősen megtévesztő. Az alakulat ugyanis példátlanul szörnyű emberkísérleteiről, népírtásairól, biológiai és vegyi, tömegpusztító fegyverek kísérletezéséről lett híres és hírhet. Megalakulása Ishishiro japán mikrobiológus orvos nevéhez köthető. Zangma fogolytáborban alakított ki egy kutatólaboratóriumot 1932-ben. A fogolytábor a japán bábállam Mandzsúria egyik legnagyobb városa Harbin mellett helyezkedett el. Állítólag a fogolytáborba bekerülők maximum pár hetet éltek túl az ott zajló emberkísérleteknek köszönhetően. 3 évvel később egy lázadás miatt a kutató részleg átköltözött egy közeli börtönbe, a Zangma tábort bezárták és a kísérletek bizonyítékait eltüntették. Az újabb helyszínen már 150 épületből állt a 32 négyzetkilométeren elterülő komplexum, majd kis idő múlva az egység más városokba is tovább terjeszkedett. Ishishiro munkásságát Hirohito császár engedélyezte és mindenben támogatta. A 731-es alakulat alapvetően 8 részlegből állt. Az első részleg olyan megbetegedéseket okozó mikróbákat kutatott, mint például a kolera, pestis, TBC vagy az antrax. Céljuk volt ezeknek a kórokozóknak olyan változatát kifejleszteni, ami extrém gyorsan fertőz és öl. A második részleg olyan eszközök elkészítésén dolgozott, amiknek a segítségével ezek a baktériumok és vírusok nagy mennyiségben kijuttathatók a légtérbe. A harmadik részleg gránátokat és porcelánbombákat készített. A negyedik részleg nem biológiai harcászati anyagokat gyártott. Az ötödik részlegben az alakulat tagjait és a kísérletek személyzetét képezték ki. A hatodik, hetedik, nyolcadik részleg az anyagbeszerzést és az orvosi ellátást intézték. További számos alakulat tartozott a 731-es egység alárendeltségébe hasonló hatáskörökkel. A 100-as alakulat például még az 1920-as években lett létrehozva azzal a céllal, hogy állatok és növények ellen bevethető biológiai fegyvereket hozzanak létre. A biofegyverek célja a kínai gazdaság és ezzel a társadalom tönkretétele volt. Később beépült a 731-es egységbe, ahol a fertőző állatok előállítása volt a feladatuk. Ezek az állatok főként lovak és fogyasztásra szánt haszonállatok voltak. A 200-as alakulat szakterülete kimondottan a pestis volt, a 8604-es alakulat pedig az étel és folyadék megvonás hatásait vizsgálta embereken. A pekingi 1855-ös egység 1000 foglyot végzett ki biológiai fegyverekkel. Ezeken kívül még jó néhány egység foglalkozott fegyverek és biofegyverek fejlesztésével és azoknak tesztelésével, méghozzá élő emberi alanyokon. A Maruta fedő név takarta azt a titkos programot, amelynek során a kísérletekhez szükséges alanyokat összegyűjtötték. A Maruta szó egyébként fahasábot jelent, így nevezték az alanyokat. Ezek az alanyok többnyire hadi és politikai foglyok, bűnözők, partizánok, a rendőrség által gyanúsnak vélt egyének voltak, de sajnos akadt köztük szép számmal ártatlan civil, idősek, terhes nők és gyerekek. Ezeknek a szerencsétlen áldozatoknak sokszor olyan dolgokon kellett keresztül menniük, amiket talán a legdurvább horrorfilmekben is csak nagyon ritkán látni. Gránátok, lángszóró és különböző lőfegyverek hatásait vizsgálták élő alanyokon. Eltérő távolságból és testhelyzetekben tesztelték, hogy milyen mértékben roncsolják az emberi testet. Vírusokat és baktériumokat tartalmazó bombákat robbantottak fel, karóhoz kötözött áldozatok mellett, hogy lássák azok hatásait. A halálos kórokozókat egyéb módon is bejuttatták az áldozatok szervezetébe. Ishishiro például nagy előnyben részesítette a pestist, ugyanis az könnyen bejuttatható az emberi szervezetbe, elég hozzá egyetlen fertőzött bolha csípése.
A pestisen kívül kolerával, TBC-vel, antraxszal, maláriával és botulinumtoxinnal fertőzték meg a foglyokat. A fertőzötteket később mindenféle érzéstelenítés vagy altatás nélkül élve felvágták, hogy lássák a szerveiken bekövetkezett elváltozásokat. Mint egy 1000 japán orvos végzett rendszeresen élve boncolásokat Mandzsúriában és más megszállt kínai területeken. A saját szakzsargonjukban, mint különleges kezelést emlegették ezt az embertelen eljárást. Szörnyű belegondolni, de gyakran élve boncolásos módszerrel vizsgálták a magzatok különböző életszakaszait is. Behatóan tanulmányozták az elektromos áram és szélsőséges hideg hatását az emberi testen, valamint azt, hogy a szervezet mekkora mélységig képes elviselni a víz nyomását. A feljegyzések szerint élve megfőztek és lefagyasztottak embereket, és vérátömlesztéssel is kísérleteztek állatok és emberek között. A halottakat többnyire a kvantum hadsereg gyermekalakulatával távolították el, akiknél az átlag életkor 18 év volt. A kísérletek során pestis baktériumokat élesben is vetettek be, 1940-ben több városban is. Egy évvel később 3000 hastifusszal fertőzött foglyot engedtek szabadon. 1942-ben a 731-es alakulat 130 kg TBC és pestis baktériumot szórt ki Yushan, Kínva és Fuching városára, illetve a környező folyókat és tavakat hastifusszal és kolerával fertőzte meg, aminek 250 000 ember esett áldozatul. Heilongjiang és Jilin kínai provinciákban pestissel és TBC-vel fertőzött patkányokat engedtek szabadon, ami 20 000 kínai halálát okozta. Bevett gyakorlat volt, hogy a környékbeli gyermekeknek fertőzött édességet osztogattak, repülőgépekről fertőzött rist és gabonát dobtak le a lakosságnak, mint adomány. Dr. Ishihiro a biofegyverek hatótávolságára is kíváncsi volt. 1944-ben 9300 fertőző gyújtóbombával felszerelt ballont indított az Egyesült Államok felé. Ezek közül összesen egy ért célba és robbant fel Oregonban. Sajnos éppen egy csapat kiránduló gyermek fölött. Hatan estek áldozatul a robbanásnak. A csalódást keltő akció után a doktor egy nagyszabású támadást készített elő. A terv szerint 5 tenger alatt járó az amerikai partokhoz érve pestissel töltött ballonokat engedett volna a lakosságra. A tervet szerencsére meghiúsította a japán kapituláció. A háború vége felé közeledve a 731-es osztag menekülésre kényszerült a megszállt területekről. Az épületeket felrobbantották, lerombolták, a még életben lévő foglyokat halomra ölték. A dokumentumok nagy részét megsemmisítették. Talán nem is nehéz kitalálni, hogy a megmaradt dokumentáció hová került. Igen, az Egyesült Államokba. 1945-ben, miután Japán megadta magát, az őt megszálló szövetséges haderő főparancsnoka, Douglas MacArthur, a kísérletek feljegyzéseiért cserébe teljes védettséget ígért a 731-es egység tagjainak. Nehéz elhinni, de valóban így lett. A több ezer katona, tudós és orvos közül, akik a felfoghatatlan rémteteket elkövették, csupán 12-en lettek felelősségre vonva. Ezt a néhány szemét a szovjetek fogták el, majd munkatáborba küldték őket. Perük a Habarovszki per néven híresült el. Az elítélteket 1956-ban a szovjet-japán diplomáciai viszony javításának érdekében szabadon engedték. A legtöbb kutató a háború után sikeres életpályát futott be, néhányan közülük Amerikában lettek sikeresek. Dr. Ishihiro 250 000 dollár kapott az amerikai hadseregtől, és egyes források szerint az Egyesült Államokban telepedett le, ahol biofegyver kutatásokban vett részt, mások szerint Japánban nyitott klinikát. 1959-ben Tokióban halt meg, géjrákban. Egy biztos, haláláig a nyugodt életnek számára maximum a lelkiismerete szabott határt, már ha volt neki olyan. Az alakulat második parancsnoka, Dr. Kitano Masaji, a legnagyobb japán gyógyszergyár vezetője lett. Rajtuk kívül még jó néhányan helyezkedtek el Japán és más nemzetek egészségügyi és gyógyszergyártó szervezeteinél a háború után. Szakmájukban jelentős karriert építettek fel, miközben több helyen még mindig pusztítottak az általuk kiengedett járványok. A több százezer élet árán megszerzett tudást Japánon kívül mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió felhasználta saját céljaira. Egy 20 évvel ezelőtti kutatás során megállapították, hogy az alakulat által létrehozott fegyverek és azok kikísérletezése kis hián 600 000 ember életét követelték. Az ENSZ emberiség ellenes bűncselekménynek nyilvánította a 731-es alakulat tevékenységét, azonban Japánban a mai napig szinte tabunak számít a téma.
1997-ben indítottak először civilek pereljárást a japán állam ellen, aminek gyakorlatilag semmi haszna nem volt azon kívül, hogy az emberek tudomást szerezzenek a mandzsúriai holokausztról. Az első japán kötet a témával kapcsolatban 2001-ben jelent meg, 2002-ben a tokiói főbíróság először adott ki tájékoztatást a 731-es egység tagjairól és áldozatairól. 2018-ban a Japán Nemzeti Levéltár nyilvánosságra hozta az egykori 731-es egység több mint 3600 tagjának nevét. Az eseményekről természetesen több könyv és néhány keleti film is készült, de az X-akták harmadik évadának tizedik része is a 731-es címet viseli, utalva a lelketlen japán egységre. Nem ez az egyetlen feledésbe merült népírtás a II. Világháborúban, ami japán számlájára írható, de erről majd egy másik videóban.